Üdvözlet mindenkinek 2023. május 8-a van itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal a közelgő világháborúról lesz szó. Azt hiszem, hogy ez elkerülhetetlen most már. Mindenkinek ezt be kell látnia. Szépen lassan felélénkülnek a problémák Észak és dél között. Kína és Tajvan között is fokozódik a feszültség. Valamint Ukrajnában is, amint azt meg fogjuk látni. Illetve Orbán Viktor is hozzátett ezt-azt, ami Magyarországot illeti, ez az, amiről szó lesz ezúttal. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A legnagyobb kérdés nyilván az, hogy Vajon ezek a diplomáciai lépések elvezetnek-e minket közvetlenül a világháborúhoz, vagy sem, és lesz még néhány évünk, évtizedünk? Gondolom ez az, amire mindenki a választ keresi, mint ahogy én is. Az én meglátásom szerint nehezen tudom elképzelni azt, hogy még innen majd felengednek, és lesznek olyan éveink, mint amik voltak mondjuk vissza visszamegyünk a 2000-es évekbe, legalábbis ami Magyarországot illeti, a nyugalmat tekintve, de lehet, hogy az egész világot beleérthetjük ebbe, hisz még akkor, mondjuk olyan 20 évvel ezelőtt, ahhoz képest, amit ma tapasztalhatunk, relatíve békés volt a helyzet. Visszatérve a nagy kérdésre, én nem gondolom, hogy innen már lesz vissza, talán úgy, mint ahogy volt az a járványjal, illetve a mostani gazdasági felhördülésekkel, lecsillapodott mind a kettő, aztán most már megint újra kezdődik, lecsillapodik, újra kezdődik. Valahogy úgy tudom elképzelni a jövőt, hogy mindenki most azt hiszi, hogy na most ez lesz az, az lesz az, de nem, hanem visszatér egy kicsit ebbe az új normába az élet, és aztán megint felélénkül, aztán megint vissza, megint fel, és megint vissza. És azt hiszem, hogy én már elmondtam, hogy Amennyire én értem ezt az egészet, így jobban járunk mindannyian, mert legalább nem hirtelen csöppenünk bele a katasztrófába, hanem van időnk hozzászokni. Hogy azt a képet, amit mindenki ismer, ezt a hasonlatot, hogy amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahoo.hu weboldalon ez elérhető ha békát beleteszik a forró vízbe, akkor kiugrik belőle, azonban ha a langyos vízbe vagy hideg vízbe, és szépen alatta elkezdik melegíteni a vizet forrásig, akkor megfő benne, mert hozzászokik valahogy, ez az, ami történik velünk is szerintem, hogy addig-addig emelik a hőmérsékletet, hogy már pattanásig feszül az egész helyzet, ám még mindig nem vagyunk ott, úgy tűnik, szóval van egy kis időnk legalábbis, ami Hogyha körülnézünk a világot, a helyzetet, illeti. De kezdjük is el, ez Hvg-nek a beszámolója, hvg.hu weboldalon. Ez 2023. 4.-26-ai a második világháború óta nem látott fegyverkezési versenybe hajszolta Ázsiát a kínai fenyegetés. Úgy hiszem, hogy én már ezt kifejtettem, hogy mi az oka annak, hogy ők ennyire fegyverkeznek. Az egyik és a legfontosabb, az az, hogy a rendet fenn kell tartani majd, amikor összeomlik a gazdaság és elszabadul a káosz. Nem is annyira a határokon kívüli fenyegetés az, amitől ők aggódnak, legalábbis az egyes országok, hanem sokkal inkább a belső, nemzeti problémák. Ugyanis, ha elfogy az élelmiszer, a víz akadozik, nem lesz üzemanyag, ha leáll a gazdaság, elfogynak a munkahelyek. Egekbe szökik az infláció, akkor valakinek valahogyan fenn kell tartani a rendet. És a hadsereg lesz az, ami ezt megteszi majd. Az országban, legalábbis itt Magyarországon is már láthattuk azt, hogy megváltoztak a törvények, és a hadsereg bevethető akkor is, hogyha országon belül vannak problémák, és a lényegében a lakosság és a rendfenntartás. Feladatkörét is el tudja látni. Úgy értem, hogy a lakosságnak a kordában tartását, vagy ellenőrzés alatt tartását, mert ez lesz a legnagyobb probléma, nem pedig az, hogy. Persze nemzetközi konfliktusok is lesznek, ez egyértelmű, már most látjuk, azonban mégis úgy hiszem, hogy az egyik legfontosabb és legnagyobb probléma az országoknak a, a gazdaság összeomlásával járó belső elégedetlenség lesz. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.